900 méter fölé emelkedő csúcsok, mély vadregényes völgyek, árpádkori templom, vízimalmok, romantikus hangulatú kisvasutak és bájos kis települések várják a látogatókat a Börzsöny-hegységben hazánk északi részén. Ez a terület nem véletlenül dobogtatja meg minden kiránduló szívét. A Börzsöny nyugati szélén fekvő egykori bányaváros Nagy-Börzsöny határában áll hazánk egyik legszebb, éppen maradt román stílusú árpádkori temploma. A kőkerítése körülvett ódon hangulatú Szent István templom a magyar építészet történet egyik gyöngyszeme. István király uralkodása alatt ugye elrendelte, hogy 10 falunak ki kell állítani egy templomot. Ennek a templomok a helyén volt annak idején a parancsára megalkotott kis templom, ami nem ugyanaz ezzel, de ez mit sem mond le a szépségében, mert ugye István 1038-ban meghalt, és hát halála után pár évtizeddel 1250-1300-es években építették ezt a kis templomot. A templomot a 13. században az akkori szokások szerint keleti tájolással helyi emberek a Börzsöny hegyeiben bányászott vulkanikus kőzetből építették. Ablakokat csak a déli oldalon nyitottak, a templom másik oldala nem véletlenül maradt sötét. Az északi oldal az a sötétség, az az ördög oldala, és ott nem nyitottak nyílást, csak a déli oldalán van nyílás. A templom tornya egy picivel későbben épült, ahol aztán az égtáj minden irányában nagyon szép ikerablakok vannak, és egy kőből faragott pillérek tartják ezeket az ablakokat, ahány darab annyiféle fajta faragással bírnak. A kapu felirat szerint a falat 1632-ben Pop Zakariás készítette, de a templom köré valószínűleg már a 15. században kerítőfalat húztak. Miután megépült a körfal, 1500-as években kezdték elsőként építeni, 1632-ben, hát onnétól egyfajta erőt templommá lépett elő a templomunk, és hát ugye az ellenség elől mindannyi más helyen a templom védelmet szolgált a lakosságnak. Van erről egy kis sztorink, egy kis regénk. Bejárattal szembe a szentély külső pereme alatt pici kis kazettákat lehet felfedezni, és ilyen keleties tatár formájú fejek vannak rajt, bajuszos figurák, és 18 figurát lehet megszámolni 19 kazettában. A mondóka arról szól, hogy ezek a tatár hordák megtámadtak a templomunkat, és a védők visszaverték ezt a támadást olyannyira, hogy 19 katonát elfogtak, és elrettentő példaként lenyakaszták őket, és a fejüket oda a perem alá, abban a kazettákba belevésték. Egy hiányzik, egy. Nem azért, mert leesett onnét a tatár feje. A mondóka arról szól, hogy annak az egynek sikerült megmenekülnie, és hát lehet, hogy még máig itt kolbászol valahol a hegyeinkbe. Minden regének mondának, talán ennek is van valami valóság alapja. A néphagyomány Szent Istvánnak tulajdonítja a napjainkban látható templom elődjének építését, erről azonban okleveles adatok nem állnak rendelkezésre. Biztosan állíthatjuk, a Szent István templom viszonylag sértetlenül vészelt át a viharos középkort, valamint az utána következő évszázadok viharait. Csapott villám a tornyába, volt, amikor megsüllyedtek falai, az utolsó 100 évben kétszer is felújították, így napjainkban, továbbra is egyszerű szépségével, illetve középkori félhomályú belsejével várja a látogatókat. Nagy-Börzsönytől kicsit északabbra találjuk a hegység talán egyik legszebb helyén fekvő kis falvát, amit a településre elnevezett Patak szelketté. Kemence nevét először egy 1156-os Dézsma jegyzékben említik, mint esztergomi érsekségi birtok. Lehet egy nagyon jó túrát csinálni, hogyha Kemencéről indul el valaki. A kaldera peremén végig tud menni. Tehát, hogyha például keleti irányba indul, délkeletibe, akkor felmegy a Miklós tetőre, utána magos fára, Tátra látóra, ugyanúgy nagyon jól lehet látni a Tátrát, Csóványosra, Hangyásbércre, Nagyhideghegyre, utána a Kishideghegy, ennek az az érdekesség, hogy két csúcsa van, és akkor ott van még a Várbükk, a Várbérc, meg a Kövi Rózsás, illetve a Hollókő,
amit azért kiemelnék, mert nagyon szép a letekintés a völgybe, a Fekete völgybe, érdemes tényleg megnézni, lenézni, fotózni. Csak a kijelölt turista utakon érdemes a Hollókő felé menni, vagy innen a Kemence felől, vagy Nagybörzsöny felől, vagy a Hideghegy felől lehet jól megközelíteni. Mivel olyan meredek és sziklás az oldala, hogy a turista úton kívül nagyon veszélyes lenne oda fölmenni. A Fekete völgy neve nagy valószínűséggel szláv eredetű, ugyanis az öregek Csarna völgynek nevezik, tehát a csorni fekete szóból származik, és úgy magyarosodott Fekete völgyre. Kemence az Kis- és Nagyhont vármegye székhelye volt, tehát elég sok látnivaló van. Kezdve a megyeházától van egy gyönyörű szép tájházunk, van egy országos hírű kálváriánk. Ami még említésre érdemes, az a kemencei erdei múzeumvasút. Kemencén találjuk Magyarország egyetlen kizárólag önkéntes munkával működtetett kisvasútját. Egyik érdekessége a személyszállító kisvasutak körében ritkaságnak számító 600 mm-es nyomtáv. A mai motorvonatok helyett régen felfelé lovak vontatták a kocsikat, lefelé viszont a gravitáció segítségével gurultak a szerelvények. A Börzsönyben gőzmozdony sosem használtak. 1910-es években kezdték építeni a pályát, majd 2000-ben a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjai állították helyre a korábban kizárólag erdészeti célú és árvizek által súlyosan megrongált kisvasutat, amit napjainkban is az egyesület tagjai működtetnek. Ez a kisvasút Kemence majdnem központjából a fatelepről indul. Először a Kemence patak völgyében, majd később a Fekete völgyben halad tovább. A park gyűjteménye is maga a kisvasút is Európa szerte egyedülálló. A csillék nagy része magántulajdon, önkéntes munkával kerülnek felújításra majd a múzeum területén megtekinthetők. A népes kocsi szállította a munkásokat a szegi Kaolin bánya mélyére, amit a szerelvény végéhez kapcsoltak. A faborítású bányavasúti kocsi gúny nevén tyúkol, igazi különlegesség a 12 ülőhelyes kialakításával. A fékekkel nem rendelkező kocsi a szabadtéri kiállító vágányon megtekinthető. A népes kocsi előtt találjuk a múzeum másik érdekességét, amivel szállíthatóvá váltak az akár 6 méteres varönkök is. Működési elve egyszerű, a két tengelyt magába foglaló futómű szerkezet egy forgópont körül elfordulhat, ezáltal kissugarú kanyart is képes a szerelvény gond nélkül bevenni. A szerelvény legelején egy piros bányamozdonyt láthatunk, aminek robbanásbiztos kivitelű motorja a 6,5 tonnás szerelvényt 15 km/h csúcssebességre tudta gyorsítani. A mozdony lelke magyar gyártmányú 4-hengeres Csepel dízelmotor, összesen 100 darab készült ebből a mozdonyból. A park hátsó végében lévő épületben egy ma is működő kovács műhelyre lelünk, ahol a mester alkalmi jelleggel megismerteti a látogató csoportokat ennek az ősi mesterség titkaival. Itt bújik meg Bözsi mozdony, aki kitartóan várja párját, Ferit. Feri mozdony valahol az erdőben ragadta, amikor egy árvíz elmosta a kisvasút pályájának egy részét. Ha sikerül helyreállítani a sineket, akkor ismét találkoznak, és vidáman vihetik a kirándulókat a Börzsöny rengetegébe. Erdei múzeumvasút nyomvonalát reményeik szerint a következő években helyre lehet állítani. Erre az Ipoly Erdő ZRT nyert pályázaton pénzt, közel 700 millió forintot. Egyelőre a nyomvonala 4 kilométer hez közelít, és reményeink szerint még utána egy 4-5 kilométer hosszúságban ebből a pénzből meg lehet csinálni, és egészen a Hideghegy aljáig fel tud majd menni. Mm-hmm.